városnappal kapcsolatban, hogy egyes uraim, amikor arról beszéltünk, hogy arról kezdünk döntünk, hogy milyen városokat szervezünk szeptember 1-ére, akkor a munkatársaim együtt alazásra helyezkedtünk, hogy ez a városnap ne 2-3 hétig tartson, hogy a városnapi rendezvényt ne 2-3 hétig tartsanak, hanem a jobbegyhez 2-3 napra sűríteni, és igazából szombat, vasárnap és hétfőn lesznek azok az ünnepségek, amik a rendezvények, amik a városnak megünneplésre van. A második része pedig, ami a döntésünket illeti, szerettünk volna szakítani azzal a hagyományon, amikor a városnak elsősorban egy szűk körű emberi csoportnak az ünnepe, elsősorban a politikailiknek az ünnepe, hanem szeretnénk azt elérni, hogy a szabadkai polgárok minél nagyobb számban csatlakozzanak a városnak ünnepségeket, és valamilyen formában legyenek szólítva, és maguknak érezzék ezt az ünnepet. Ennek a függvényében szombat, vasárnap és hétfőn lesznek azok a rendezvények, amelyeket a Városi Képviselő Testület elnöke említett. Valamilyen formában az, hogy behívjuk a polgárokat, és behívjuk a polgárokat a mindenjük számát ezekbe a rendezvényekbe interaktív módon, ez arra is szól, hogy talán szeretnénk szakítani azzal a hagyománnyal, hogy a városban a polgárok elegetlenek mindennel, buskomarak legyenek, hanem próbáljuk egy pozitív energiát, egy optimista hangot kialakítani a városban és a város környéki településeknek, mert azt gondolom, hogy ilyen emberekbe kellene gondolkodni a polgárokat. Az sem elhanyagolható, hogy az idei városnapi ünnepségre kb. Egyharmaddal kevesebb pénzösszeget kiválasztott költségvetésből, mint az előző években, tehát próbáltunk a spórolni is a kiadásokat illetően, és elsősorban a hazai fellépők lesznek, és hazai szabadkai együttesek, szabadkai emberek lesznek, akik részt vesznek, és akik az előkérben lesznek helyezve. Rengeteg program lesz, ugye a kapnévlásnak a megszólókon is egy nagyon sok program van, sok interaktív program lesz, sok gyerekprogram lesz, ki fog menni Csantavére, ki fog menni Tavankútra programokkal, ki fog menni a harcos rakozójával programokkal, tehát nem csak magában a szűk központban lesznek ezek a programok. És azt gondolom, hogy az lenne igazából a jó a város és a polgárok, hogy minél többen lennénk, vagy vennének részt ezeken a programokon, hiszen igazából ez a városnak, ez most a Szabadka városának, a polgárainak a napja kell, hogy legyen emberi szűkői. Én remélem azt, hogy minél többen van a csatlakozók, a rendezvények, a ünnepségeket, és én mindig tiszteltem megkívülhetésen, hogy minden idő számban megyünk a helyen. Köszönöm szépen!